20 esztendeje nincs köztünk Kovács Jenő, a székesfehérvári fotózás egyik ikonja. Halálának évfordulóján családja és a székesfehérvári fotóklub egy kiállítással tisztelget munkássága előtt a Voke Vörös Marti Mihály Művelődési Ház kiállító termében. Posfai Attila klub vezetője köszöntőjében megerősítette, Kovács Jenő fotói évtizedeken át meghatározóak voltak a város fotóművészetének életében. Nagyon nosztalgikus és nagyon különleges pillanat ez, mert olyan valakit ismertünk meg a Jenő bácsiban, aki korszakalkotó volt bizonyos dolgokban. Minden fiatallal, bármilyen fiatal volt is, bármennyire is volt tehetséges, vagy kevésbé tehetséges, egy volt a fontos számára. Szeresse a fotózást úgy, ahogy ő, és akkor a Jenő bácsi nagyon szívesen, nagyon nagy lelkesedéssel, nagyon nagy aktivitással patronálta, tanította. Én büszkén mondhatom el, hogy a Jenő bácsi a mentorom volt és a barátom. A találkozón megjelent Kovács Jenő családja, egykori munka és művésztársai, akik megcsodálhatták azokat a képeket is, amelyek a mában is különleges élményt jelentenek a fotóművészet barátainak. Szánti Attila, az ötletgazda unokája, számára fontos, hogy a legendás nagypapa életművének egy részét a fotóművészet barátai újra megismerhessék. Utazok mindenfele a világban, és egyszer csak eszembe jutott, hogy van, hát mégis mik a gyökereim, és ez a családomnak a büszkesége részben, tehát hogy a nagypapámnak az emlékművét, életművét megmutassuk újra. A tárlat megerősítette, hogy az alkotó ember, mint Kovács Jenő is örök létre született, hiszen az akkori dolgos hétköznapokat is ünneppé varázsolt a képein, feketén, fehéren.